A Bajai Televízió kedd esti híradója kezdődik. Jó estét kívánok! Elsőként nézzük vezető híreinket. Röviden. Kevesen váltanak kötelezőt. 15-20%-os díjnövekedés ellenére sem várnak sok szerződésváltót a szakemberek. Véradók ünnepe. A már legalább 20 alkalommal önzetlenül és ismeretlenül segítő önkénteseket köszöntötték a turisztikai központban. Ez is jól sikerült. Az idei év sem múlt el Fight Night nélkül Baján. Látványos csatákat láthatott a közönség. December 1-ig válthatnak biztosítót azok, akik 2010 előtt vásárolták meg az autójukat. Nekik ugyanis január 1-e az évfordulós dátumuk a kötelező biztosítást illetően. A váltást pedig, ha úgy döntenek, egy hónappal korábban kell megtenniük. A szakember szerint ez a lakosság 20-25%-át érinti, és az idén közülük is csak kevesen élnek majd a lehetőséggel. A biztosító közötti váltás minden évben annak a függvénye, hogy az egyes társaságok mennyire emelik a díjakat, mondta a biztosítási szaktanácsadó. A lakosságnak mintegy 20-25%-a vásárolta 2010 előtt az autóját, őket érinti a váltás lehetősége még jövő péntekig. Az idei évben az a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon keveseknek kell csak megcsinálni, ugyanis a 13 biztosítóból szinte csak egy van, aki nagyon emelte a díjakat, az összes többi a szinten tartotta, azokat a szerződéseket nem is kell bántani. A felmondásnak december 1-ig be kell érkeznie minden biztosítóhoz, utána már nem lehet semmit tenni, tette hozzá Dózsa Jenő. Az ügyfelek akár évente is válthatnak biztosítót, és több ilyen autós is van. Mások ragaszkodnak a saját biztosítótársaságukhoz, akkor is, ha az drágább. Egyes cégek kedvezményt adnak például banki átutalás esetén, vagy elektronikus, nem papír alapú ügyintézés esetén, de létezik még gyerek és csoportos kedvezmény is. Más biztosító társaságok nem kínálnak kedvezményeket, de olcsóbbak az áraik. Több iroda olyan szoftverekkel dolgozik, ami az adatok bevitele után összehasonlítja a társaságok ajánlatait. Ha banki lehívás vagy átutalás, az között nem sok különbség van. A cserét érdemes megfontolni, hiszen éves szinten sokat spórolhatnak a tulajdonosok. Kedvezőbb feltételeket szeretnék. És korábban váltott már? Nem váltottam még, most ez az első. Autó a nevemem, tehát az első autóm. Bár az idén 3-5%-nál többen nem váltanak biztosítót, néhány évvel ezelőtt a nagy áremelések miatt sokan használták ki a lehetőséget. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet lakossági média kampányt indított, hogy minél többen jelentsék a feltételezett gyógyszer mellékhatásokat. A kampány november 20-a és 24-e között zajlik, több uniós tagállamban egyszerre. Mint írták, a forgalomban lévő gyógyszerek igazoltan hatásosak és biztonságosak, de minden gyógyszeres kezelés során felléphetnek mellékhatások, így akár a vény nélküli patikaszerek alkalmazásakor is. Fontos, hogy az egészségügyi szakemberek és a betegek tudatában legyenek a gyógyszerek alkalmazásához kapcsolódó kockázatoknak. A mellékhatás bejelentések segítik az engedélyező hatóságokat abban, hogy nyomon kövessék a forgalomban lévő készítmények biztonságosságát, és szükség esetén megfelelő óvintézkedéseket tegyenek. Posgai Csilla, az OGYEI főigazgatója szerint a figyelemfelhívásnak fontos szerepe van abban, hogy a lakosság, a betegek és az egészségügyi szakemberek merjék bejelenteni a feltételezett gyógyszer mellékhatásokat, és tudják, hogy minden egyes bejelentés számít. A bejelentést a hatóság online elérhetőségén lehet megtenni a www.ogyei.gov.hu címen. November 27-e a véradók napja. Az évforduló alkalmából az önzetlenül és ismeretlenül segítő önkénteseket ünnepelték Baján. A biztonságos vérellátáshoz minden évben legalább 25 ezer donorra van szükség. Magdali Anna ezúttal a 60-as évek dalai közül válogatott a hétfő esti műsorhoz. A turisztikai központban a Magyar Vöröskereszt azokat látta vendégül, akik legalább 20 alkalommal adtak vért életük során. Dr. Tóth Gábor, a Vöröskereszt megyei elnöke elmondta, 2016-ban több mint 7000 donor önkénteskedett a bajai körzetben. Most ugye a véradásnál úgy szól a szlogen, hogy adj vért és megmentesz három életet. Tehát a hetet felszorzom 3, az 21 ezer, az én gyenge matematikai tudásomban is. Baja lakosságának több mint a fele évente az, akinek
valamilyen szinten önök megmentik az életét. A Bajai Pósa István eddig összesen 172 alkalommal ajánlotta fel vérét, míg a legelső pontos időpontjára is emlékszik, ami 1987-ben volt. Azóta, ha teheti, évente 5-ször jelentkezik véradáson. Abban az időben volt a nővérem az első gyerekével terhes, és úgy gondoltam, hogy ez egy élő alkalom arra, hogy elkezdem a véradást. Azóta életmódom már vált, szinte késztetést érzek arra, hogy ismeretlenül is bárkinek segítsek a véradással. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a térítésmentes véradás szervezésében, ami nagy feladatot jelent. A toborzáshoz pedig társadalmi szerepvállalás is szükséges. Bár sok az új véradó, de a régiek közül sokan tartós betegségük vagy munkahelyük miatt kiesnek a sorból. Bács-Kiskun megyére vonatkoztatva éves 25 ezer donor létszámmal tervezünk, de országos szinten ennél nyilván sokkal több. Igazság szerint a heti rendszerességre, illetve az egyenletességre törekszünk, és arra, hogy olyan helyszíneket tudjunk egymás után nap mint nap felsorakoztatni, ami az említett egyenletességet biztosítja. Baja alpolgármestere szerint nem szabad elfelejteni, hogy a segélyszervezet adományokat is gyűjt, és táborokat szervez fogyatékkal élő és rászoruló gyerekeknek. A véradók toborzását a bajai önkormányzat is segíti. Az önkormányzat, maga a városvezetés is beállt a véradó programok közé. Említhetném itt az osztályok közötti véradó versenyt, amivel próbáljuk a fiatalokat rászoktatni arra, hogy így módon is tudnak másnak segíteni, illetve a gyermekek szüleit, hozzátartozóit, hogy ezzel azon túl, hogy három embernek segítenek, még ugye az osztályt is hozzájuttatják a verseny által egy kiránduláshoz. Véradásra minden 18 és 65 év közötti felnőtt jelentkezhet, aki egészségesnek érzi magát. Baján erre péntekenként a kórház véradó állomásán van lehetőség, illetve a Bácskai Kultúrpalotában minden hónap első keddjén, így legközelebb december 5-én, délután 1-től 5 óráig. A Bajavíz Kft. Közleményt adott ki, miszerint november 20-án hétfőn hálózati rekonstrukcióhoz kapcsolódó moshatást végeztek a város ellátását biztosító egyik főgerinc vezetéken. A moshatást követően a víz átmeneti zavarodása lehetséges, melynek elhárításáig kérik a lakosság türelmét. A szolgáltató várhatóan december elejéig végez az ivóvízellátást biztosító 1-es és 2-es számú főgerinc vezetéken. Vízkorlátozásra továbbra sem kerül sor, és a szolgáltatott ivóvíz minőségében sem várható, észlelhető változás. Az időjárási viszonyok miatt 2018. március 15-éig új bekötéseket és vízmérő felszereléseket nem végeznek a szakemberek. A leolvasási gyakoriság pedig nemrég változott. Ezentúl évente csak 2 alkalommal mennek ki a fogyasztókhoz, a számlákat pedig 2 havonta állítják ki. Egy Amerikában élő orvos könyvét mutatták be tegnap a Bányai Júlia Szakképzőiskola dísztermében. Dr. Szele György egy Széchenyi varázsa címmel jelentette meg a kötetét, ami korábban angol nyelven látott napvilágot. A szerző a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége bajai csoportja és a Keresztény Demokrata Néppárt meghívására érkezett városunkba. Szele György orvos, aki több évtizeddel ezelőtt kényszerült elhagyni a hazáját. Életéről született írása nem életrajzi kötet, hanem történelmi regény. A történet 15-től 28 éves koráig, 1944. júniusától 56. decemberéig játszódik. Regényt fognak bemutatni, ami nem mindennapi. És egy olyan ember, aki tulajdonképpen 60 éve kint él Amerikában, és az egész háborús élményeit írja le ebbe a regénybe. Már megszületett fejében a könyv megírásának ötlete, amikor egyszer Magyarországra látogatott. Úgy döntött, több hónapig marad, és neki fog a munkának, mesélte a szerző. A könyv először angolul, New Yorkban jelent meg más címmel. A mindenki biztatására és a magyarsághoz való kapcsolatom miatt elhatároztam, hogy magyarul is megírom. Ez nem egy fordítás, ez egy újraírás magyarul. A kötetet Marshall Ágnes ajánlotta a résztvevők figyelmébe.
A szerző nem író, hanem orvos. A mű mégis meghatározó élmény volt számára, mondta az újságíró, aki szerkesztette és lektorálta is az írást. Az írók felelőssége nagyon nagy, ami a történelmet illeti. Azért szerettem ezt a könyvet, mert történelmi szempontból teljesen hiteles, és miután történelmi regény, sokkal könnyebben bemegy az ember fülébe, meg az emlékezetébe. A könyvből Sinkovics Vitai András olvasta fel a szívéhez közel álló részleteket. Részint már ezt a korszakot ugye édesapám ugyanúgy végigcsinálta, csak ő már nincs közöttünk. Gyuri bá 56-ban vagy utána elhagyta az országot. Amikor édesapámat éppen hol akasztani akarták, hol nem, szóval ez egy ilyen érdekes időszaka volt az mi életünknek. A mostani program jól illeszkedik a KÉSZ rendezvényei közé. A keresztény kultúra, a magyar kultúra, a baja környéki kultúra, a néphagyományok, az erkölcsi világ megismertetése, és úgy, hogy tetszett mondani, nem csak a keresztény értelmiség, és nem csak a keresztény demokrata néppárt tagjainak, hanem mindannyiunknak, hiszen a kultúra terjesztése az nem csak ezeknek az embereknek a privilégiuma. A bemutató után a szerző szívesen válaszolt a kérdésekre, majd az est a könyvek dedikálásával zárult. November 21-én van a Televízió Világnapja, amely egy 1996-os ENSZ konferencia nyomán született meg. Célja, hogy a televíziós társaságok ezen a napon olyan témákat állítsanak középpontba, mint a béke, az együttműködés és a fejlődés. A világnap alkalmából különleges vendégek látogattak el szerkesztőségünkbe. Délelőtt még ők fogadták stábunkat egy forgatáson. Délután pedig már ők jöttek el hozzánk, hogy megnézzék, hogyan is működik a bajai televízió. A Szent László AMK általános iskolájának másodikosai érdeklődve hallgatták, hogy kinek mi a feladata a televízióban, hogyan működik a kamera, és milyen műsorok készülnek egy vidéki tévében. Majd körbejárva a stúdiót, megnézhették, hogyan dolgoznak a szerkesztők és vágók. Végül pedig ők maguk is kipróbálhatták, milyen a hírolvasói székben ülve. A felmérések szerint a televíziózás népszerű a fiatalok körében. Európát tekintve a 15-24 éves korosztály átlagosan 2,11 órát tölt naponta tévénézéssel. Különleges foglalkozást épített be a tanrendjébe a Bajai Szent László AMK általános iskolája. Az elsős és a másodikos gyerekek egy héten egyszer visszarepülhetnek a mesék birodalmába, és közben még fejlődhetnek is. Hogy milyen módon, arról a szakembereket kérdeztük. Csendben hallgatják tanítónőjüket a másodikosok az általános iskola tornatermében. A keddenként tartott Mesekuckó elnevezésű foglalkozás ugyanis mindig egy tanulságos mesével kezdődik, és a történet kapcsán felvetődő kérdések megválaszolásával, majd végül közös fejlesztőjátékkal folytatódik. A program 2016 nyarán született meg, dr. Szluha Gyuláné ötlete alapján. Korábban Csukorné Rácz Aranka kolléganő, mert már évekig foglalkoztunk azzal, hogy a játék milyen nevelő, jó hatással lehet a gyerekek életére. Ezzel eltöltöttünk 2 évet, és a játékpedagógia segítségével foglalkozásokat dolgoztunk ki az ő szociális és érzelmi intelligenciájuknak a fejlesztésére az alsó tagozaton. A program kidolgozását az iskola pszichológusa Pallaginé Pópé Mónika is segítette, aki elmondta. A meseterápia segíti a gyermekek oldódását, hiszen sokszor aktuális, valós problémákat is megbeszélnek egy-egy ilyen foglalkozáson. Azokat a dolgokat tanulják meg, amikben a hétköznapokban nagy szükségük van, hogy eligazodjanak a társaikkal való kapcsolatokban, esetleg az otthoni nehézségeket is könnyebben tudják feldolgozni, hiszen azt az érzelmi biztonságot kapják meg ezekben az órákban, vagy ebből tanulnak, amire azt gondolom, hogy minden szülőnek és pedagógusnak feladata, hogy ezt teremtse meg a rábízott gyerekek számára. A gyerekek pedig természetesen nagyon szeretik ezt a nem hétköznapi órát, amelynek elején mindig elmondanak közösen egy mondókát. Nekem nagyon tetszik, és Anna néni meg Saci néni rengeteget mesél, és szerintem sokat lehet belőlük tanulni. Én azért is nagyon szeretem, mert a végén mindig játszunk a mesével kapcsolatosan, hát nem,
Nem annyira, de nagyjából. Meg jó hallgatni a meséket. Én szeretek. Az intézményben jelenleg a második évfolyamra kidolgozott program kipróbálása zajlik, a mese és játékgyűjtemény pedig folyamatosan bővül. A tapasztalatok szerint az irányvonal jó. A kijelölt témák, mint például a hit, szeretet, őszinteség találkoztak a valós élethelyzetekkel. Most pedig kezdődik a Sportpercek. Tamás várja Önöket. Kellemes, szép estét kívánok mindenkinek! A hétvégén immáron az ötödik alkalommal rendeztek Fight Night-ot Baján. Mezőfi András és csapata ismét színvonalas gálát hozott össze, 14 mérkőzésen keresztül hullottak a pofonok az MNAMK sportcsarnokában. Az este során bajai harcosok is ringbe léptek, többen közülük győztes mérkőzést ívtak. Az elmúlt években a Fight Night állandó része lett a bajai sportnaptárnak. Évről évre színvonalasabb rendezvényeket hozott tető alá Mezőfi András. Az utolsó három alkalommal az MNAMK sportcsarnokában gyűltek össze a harcosok, hogy egy egész estés gála keretében szórakoztassák a közönséget. Az idén összesen 14 mérkőzést rendeztek, melyek közül az első hét bemutató összecsapás volt. A hét fő mérkőzés között kapott helyet Tukacs Fanni ütközete is, aki nem hagyott kétséget afelől, hogy ezen az estén az ő kezét emelik a magasba. A combrúgásokat azokat nagyon húzgáltam, akkor próbáltam így ilyen erősebb, jobb technikát alkalmazni. Fanni győzelme ösztönzőleg hatott a többi bajai harcosra. Török Dénes Milán néhány héttel ezelőtt amatőr világbajnoki övet nyert Milánóban, míg most egy olyan harcossal találkozott, akivel korábban már összemérte az erejét. Az első mehetben viszonylag túlzásnak mondanám, hogy ismerkedés volt, mert már viszonylag tudtuk, mire számítsunk, de csak kóstolgattuk egymást, majd második mehetben sikerült rá nyomást gyakorolni, és ez harmadik mehetben ki is tett a gyümölcsét, mert rászámoltak, de a végén egyhangú pontozással nyertem. A többi bajai versenyző közül Sümegi Márton és Csuka Tibor szintén győzelmet aratott a hazai rendezésű gálán, míg Takács Patrik és Blazsev István ezúttal pontozással alul maradt riválisával szemben. A harcosok teljesítménye mellett a bajai egyesület a kifogástalan rendezésre is büszke lehet. Az este folyamán, ahogy visszajelzéseket kaptam, illetve ahogy befejeztük most az alkalmat, a gálát, oda jöttek hozzám és azt mondták többen, hogy egy nagyon jó hangulatú, felfokozott hangulatú verseny volt, ahol nagyon jó mérkőzések zajlottak, és ezeken a mérkőzéseken legnagyobb részt megelégedettséggel töltötte el mindazokat, akik az ország, illetve külföldről jöttek. Mezőfi András és fia Richard ötödik alkalommal rendezte meg a bajai küzdősportgálát, így van lehetőségük a fejlődés értékelésére is. Én úgy látom, hogy minden évben mi is fejlődünk, ahogy az harcosok, emberek is, akik jönnek hozzánk. Egyre jobbak a meccsek, egyre ügyesebb mindenki, úgyhogy hajrá Magyarország! Az éjszakában nyúló gála remekül kiszolgálta a szép számú publikumot, több látványos csatát és súlyos pofonokat láthatott a közönség. A bajai harcosok a hazai versenyt követően sem pihennek, hiszen a következő hétvégén már egy országos bajnokságon bizonyíthatnak majd. Eredményes hétvégét tudhat magáinak a Mogyi Bajai Judo Klub. Andrási Márton az előkelő második helyen végzett a Győrben megrendezett ifjúsági Európa kupán, ahol a hölgyeknél Kacemmajer Kira ötödikként zárt. Kira a bronzmérkőzésen egy szerencsétlen mozdulatot követően kéztörést szenvedett, így a helyi kórházban zárta a napot. A magyar egyetemi és főiskolai országos bajnokságon kettő bajai aranyérem is született, Knetig Emőke és Köller Milán egyaránt megnyerte súlycsoportját. A Sportpercek végén köszönöm figyelmüket, holnap este ismét találkozhatunk. Viszontlátásra! Főbb híreink Önnek még egyszer, röviden. Kevesen váltanak kötelezőt, 15-20%-os díjnövekedés ellenére sem várnak sok szerződésváltót a szakemberek. Véradók ünnepe, a már legalább 20 alkalommal önzetlenül és ismeretlenül segítő önkénteseket köszöntötték a turisztikai központban. Ez is jól sikerült, az idei év sem múlt el Fight Night nélkül Baján, látványos csatákat láthatott a közönség. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss hírműsorra holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Addig is köszönöm figyelmüket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra!
készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Az ország nagy részén kisüt a nap, csapadék nem valószínű. Északkeleten estig maradnak tartósan borult, ködös területek is. A nyugati-délnyugati szél helyenként megélénkül, egy-egy erős lökés is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között várható.